A kerülettel kapcsolatosan nézzünk meg pár dolgot, hogy sokkal könnyebben érthető legyen, és könnyebben meg lehessen oldani egy feladatot. A kerület maga egy olyan hosszúság, amit úgy kaphatunk meg, hogy teljesen megkerülünk egy síkidomot. Itt lehet akár egy téglalap, egy szoba, ami lehet akár négyzet alakú is, de lehet akár egy háromszög, lehet akár egy bármilyen alakzatú sokszög, tehát bárminek tudunk így kerületet mérni. Ugye a kerületnél ott az oldalaknak, a hosszának az összegét kell venni, tehát lemérünk minden oldalt, és összeadjuk ezeket. De itt az első példánál, ugye az a kérdés itt is, hogy mennyi a kerülete, de nincsenek megadva az, hogy az egyik oldala az 2 méter, a másik oldala 3 méter, és számolt ki, hanem ezt most itt nekünk a négyzetrácsok segítségével kell kiszámolni. Úgy a legegyszerűbb ilyenkor, hogy megjelölünk egy pontot, amit később ugye fejben is megjegyezhetünk, és oda teszünk, hogy itt állunk mi, és elkezdjük mérni ezt a téglalapot. És akkor elkezdjük a mérést, itt van 1, 2, 3, és akárhogy ne felejtsük el, fölé is tehet írni, hogy itt ugye 3-at mértünk. Aztán jövünk itt, 1, 2, aztán itt 1, 2, 3, és végül itt is 1, 2. A kerületnek a jele az egy nagy K betű lesz, és onnan is egyszerű ugye megjegyezni, hogy a kerületnek az első betűje a K, tehát akkor a jele is ugye az lesz. És ugye a videó elején megbeszéltük azt, hogy a kerületet úgy kaphatjuk meg, hogy körbe megyünk a síkidomon, ahogy ugye lemérjük, és összeadjuk ezeket a méréseket. Tehát akkor 3, meg 2, meg 3, meg 2. 3, meg 2, 5, meg 3, 8, meg 2, 10. Tehát ennek a téglalapnak 10 lesz a kerülete. Nézzünk egy következő példát. Ugye itt is megint ez lesz a kérdés, hogy mennyi a kerülete. Megint kijelölök egy pontot, most akár lehet azt is mondanunk, hogy álljunk itt ennél a csúcsnál. És elindulunk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. És 1, 2, 3, 4. És ugye megint nagy K a jele ugye a kerületnek, és összeadjuk ezeket. 3, meg 4, meg 3, meg 4. 3 meg 4 az ugye 7, meg 3 10, meg 4 az 14, tehát 14 lett a kerülete. Na de akkor nézzünk olyat is, aminek már megvan adva mindig, hogy melyik része, melyik oldala mekkora lesz. Itt látunk egy téglalapot, van 2 méteres, 3 méteres oldala, és ugye mivel téglalap, így a párhuzamos oldalak egyenlő hosszúak lesznek. Tehát itt is akkor, mint előbb, itt már annyira számolgatni se kell, csak mit kell csinálni? Körbe megyünk a téglalapon, és összeadjuk. Tehát például akkor megint innen indulunk, és akkor beírkáljuk. Van nekünk egy hármasunk, van nekünk egy kettesünk, van nekünk megint egy hármasunk, és van nekünk megint egy kettesünk. És akkor összeadjuk. 3 meg 2, 5, meg 3, 8, meg 2, 10, tehát meg is kaptuk akkor az eredményünket. Nézzünk egy következőt. Itt már ugye nem, tehát nem egyenlőek az oldalai, nem egy téglalap, de ettől függetlenül ugyanúgy kell vele bánni, hogy megjelölök egy kis pontot, ahonnan elindulok, és körbe megyek ezen a síkidomon. Például akkor legyen az, hogy innen indulunk, és ugye összeadjuk az összes oldalát. Van nekem itt egy 6 cm, van egy 5 cm, van egy 2 cm, van egy 4 cm, és lesz egy 3 cm-em. És ezeket összeadom. 6 meg 5 az 11, meg 2 az 13, meg 4
az 17, meg 3 az 20. Tehát 20 cm ennek a kerülete. Na de akkor nézzünk egy olyan példát is, amikor van egy kertünk, és ugye benne a kertben ott vannak a fák, a virágok, és mi ezt dróttal körbe szeretnénk keríteni, és az a kérdés, hogy mennyi drótot vegyünk. Na hát, hogyha ilyen kérdést kapunk, hogy körbe akarjuk keríteni, mennyi drótot vegyünk, akkor biztos egy kerületre kell gondolni. És itt is ugyanúgy, mint az eddigiekben, hogy körbe megyünk azon az adott kerten, és megmérjük, hogy melyik oldala mekkora, és utána összeadjuk és megkapjuk a kerületet, vagyis hogy mennyi drótra lesz szükség. Akkor innen elindulunk. És akkor itt volt ugye egy 30 méter. Itt van egy 20. Itt van megint egy 30. És itt megint egy 20. És ugye ezeket összeadjuk. 30 meg 20 az 50, meg 30 80, meg 20 az 100 méter. Tehát 100 méter drótot kell vennünk. És akkor még egy utolsó feladat, hogy kerítést szeretnénk az udvar köré, mennyi drótra van szükség hozzá. Itt most nem kert van, hanem ugye ott van a házunk azon az adott udvaron, és ugye körbe szeretnénk keríteni az udvar, hogy legyen kerítésünk. És akkor itt is megint mit kell csinálni, mint előbb. Kijelölök egy pontot, körbe megyek, ugye, ahogy beszeretném keríteni az udvarunkat, és meg tudjuk akkor azt mondani, hogy mennyi drótra lesz szükség. Tehát akkor innen indulunk. Ugye van nekünk 25 méter, van 10 méter, van megint 25, és van megint 10, és ugye ezeket összeadjuk. 25 meg 10 az 35, 35 meg 25 az 60, meg 10 az 70. Tehát 70 méter drótra lesz szükségünk.